Egy régi dédelgetett álmát a kórháznak sikerült megvalósítani. Így fogalmazott dr. Sinkó Káli Róbert a Szent Erzsébet Kórház gyógyszertár átadó ünnepségén. A patika új helye a betegirányító folyosón található. Az intézmény olyan csomópontján, ahol a legtöbben megfordulnak. Mióta itt az előkészületek történtek és fölkerültek a gyógyszertár feliratok néhány héttel ezelőtt, már az emberek elkezdtek érdeklődni, és megtudták azt, hogy a kórházban működik gyógyszertár, csak ők ugye nem látják, hiszen az udvar másik felében működik. Működött ez idáig. A költözés eredménye már az előkészületek során érzékelhető volt, hiszen megkétszereződött a kórház területén üzemelő gyógyszertár forgalma, mondta el dr. Sinkó Káli Róbert főigazgató. A betegbiztonságot szolgáló beruházás pályázati forrásból valósult meg. Volt egy olyan pályázati lehetőség a kórháznak, amit ugye úgy hívunk, hogy konszolidációs pályázati csomag, ami kormányzati pénz volt, tehát nemzeti pénzalap, nem uniós forrás, amelyben a betegeknek a minél jobb ellátása, a betegbiztonság és főként a betegek közé sorolható tevékenységek, illetve átalakítások kerültek támogatásra. A pályázat sikeres elbírálásával 25 millió forint vissza nem térítendő keretösszeget nyert a kórház. És higgyék el, hogy óriási jelentősége van annak, mikor egy idős ember egy mély lelki állapotban egészségügyi kezelésre szorul, és amikor innen a kórházból távozik, akkor a különböző településeken nem kell újra átöltözni, újra elindulni, még egy napot rászánni arra, hogy a gyógyszerét megkapja, hanem itt egyházon, a kórházon belül mindenki mindent el tud érni. Térségünk országgyűlési képviselője több pontban kitért a beruházás gyakorlati előnyeire. Majd a nemzeti színű szalag ünnepélyes átvágása után dr. Szabó Tamás Jászberény polgármestere is örömmel lépett be a gyógyszertárba az elsők között. Épületnek a rendberakása. Itt szem előtt vagyunk, mert a betegforgalom nagy része itt zajlik, és itt a betegek könnyebben megtalálják a gyógyszertárat. Régebben egy kicsit eldugott helyen voltunk a kórház területén belül hátul, úgyhogy nem igazán tudták, bolyongtak a betegek, úgyhogy nekünk ez nagy megtiszteltetés és nagy öröm, hogy ilyen szép új patikába dolgozhatunk a későbbiekben. Farkas Erzsébet főgyógyszerész is örvendve fogadta a változást. A kórház főigazgatója elmondta, a gyógyszertár átadását követően technikai okok miatt a patika körülbelül 3 hét múlva fog kinyitni. Hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig várja vásárlóit.